a döbbenet, hol a művésznő, hol lehet? Csupa kérdőjel, ez a furcsa ügy, szinte rémisztő. Rosszul állunk, úgy látom, elfogy minden szopránom, egy kis hasznam mégis van, pénz egy áll a kasszában. Mi alatt az egyik felmond, megszökik a másik nő. Kínos meglepetés, de a feltűnés jól tejel. Az erdekvégyek lukkot már is ugrott, mert a botrány itt a fertelem, amit művelnek, ez egy fertelem. André, higgadj le, ez a hírverés, sebünk hízlalja, ingyen hírverés. De kimegy színpadra? Rég álltak sorba több százan. Nézd, de furcsa, postánk van. Jó, André, milyen pompás este. Szép sikere volt Krisztinnek. Sokan nem síratták, ugye Carlottát? Apropó, a kórus elég ügyes, viszont üres ugrabugrálás a tánc. Jó firmen csak egy röpke kérdés, a fizetésem hol késik? Bosszantó igazán, most a formultán küldje el. Imádkozni kezdhet, hogyha nem tesz minden parancsom szerint. Akárki is küldte ezt itt, nem hiszem, hogy normális. Aláírás, OF! Ki az ördög ez? Szellemes! Az operaház fantomja! Ez dirigálni akar! Kicsit szavar ez a bugris! És még pénzt is várna érte! Elég érdekes egy szellemből, ez egyszerűen csak egy ezelős van! Karlottát keres! Daig és asszony, ő hol van? Fogalmunk sincs! Mondják meg rögtön, ha jól sejtem, ez önöktől jött! Mi ez az egész? Mit képzel? Rossz helyen jár, hát nincs itt mégse! Mik lenne? Persze, hogy egy... Uraim, elég! Önök írták ezt itt, vagy nem? Mihez elárulná végre nekem? Na. Nekünk. Nem kell féltse Krisztindáét, az angyali hang vette őt szárnya alá, és ajánlom, hogy kerülje őt. Nos, ha nem önök írták, akkor ki? Hát újra itt! Az a kis bicep, hol van? Mit akar ön? Mit képzel, uram, hogy nekem ilyen levelet küld? Ön küldte tényleg? Mit képzel? Igen vagy nem? Mit sem ön küldte? Ön szép vagy! Mi folyik itt? Olyasmit állít, hogy ezt itt nem ön küldte nekem! Most akkor elárulja, mi ez, vagy nem? Az ön csillaga már leáldozott nálunk. Ezt kösült! Krisztin Dai fog fellépni ön helyett ma este. Ki? Ha bármit tenne ez ellen, annak súlyos ára lesz. Más se hallunk csak, hogy Krisztin, nekem ez egy kissé sok. Krisztin itt, Krisztin ott, nos, ha felmondok. Krisztin Dai visszatért. No lám, az éjszakai műsor véget ért. Hol van egész pontosan? Gondoltam, jobb, ha hazamegy. Pihennie kell. Látnom kell őt. Nem, monsieur, nem fogad senki. Este már énekel. Ez az önöki. Ide vele! Kérem. Uraim, immár több szívélyes hangú üzenetet küldtem önöknek, hogyan vezessék a színházamat. Nem követték az utasításaimat. Kapnak tőlem még egy utolsó lehet. Krisztin Dai nemrég visszatért, ő komoly művész, akit támogatni kell. Úgy döntöttem hát, hogy az Il Muto premierjén La Carlotta lesz az apród. A grófnőt Dai kisasszony játsza el. A grófnő egy ifjú hölgy, aki szép és vágy. Az apród meg néma, ez mindenképes néz szereposztás, nem de pár. Szokásos helyemről kísérem figyelemmel az előre, az ötös párból, amit önök üresen hagynak a számára. Ha nem engedelmeskednek az utasításaimnak, számíthatnak egy minden képzeletet felülmúló katasztrófára.
maradok legalázatosabb szolgájuk. O. F. Krisztin! Mi jöhet még? Érve van az egész Krisztin! Megáll az íz! Ötöte ezt itt a szélmes vika! Ugyan, micsoda agyrém! Signor! A bolta! Signor! Nem lehet más! Hiszen a legjobb! Signora! Felejts el! Itt még mi döntünk? A Krisztin Dai játsza a némát! Az apródot! És ön pedig a főszerepet! Ez most már késő! Nekem ez kegyelem! Ezért vagy egyetem is életünkre, de nem szemezik, de az királom a cél, a